Tudják, hogy sosem feledkezünk el önmagunkról, mert csak akkor tudunk másoknak segíteni, ha mi magunk egészségesek vagyunk, rendben vagyunk. Így igenis mindenki bátran, mindenféle szégyen nélkül foglalkozzon egy kicsit önmagával és a saját egészségével. Múltkori adásunkat folytatva az önök kérdezték, most olyan kérdéseket szedtem össze, ami szintén nagyon sok embert érinthet, és ebben az egyik kiemelt szerep maga a bőr lesz. Úgyhogy kezdjük mindjárt egy olyan kérdéssel, ami nagyon sok embert érint, és egy elég kellemetlen bőrbetegség, ez nem más, mint a pszoriázis. És a kérdés az tulajdonképpen azt foglalta össze, hogy megszüntethető-e, mert nagyon rossz hírek keringenek. Kezdjük csak, jó napot kívánok. Nagyon röviden igen, bővebben viszont nagyon hosszan kéne taglalni. A természet adta lehetőségek. Ezt úgy így belevésődött az agyamba, hogy ami a természetben elromolhat, arra a természetnek van gyógyírja, csak tudni kell, hogy mit, miből, mennyit, mikor, hogyan, miért. Most a pszoriázisnál az a speciális helyzet van, hogy van rá természetes terápia, de szinte mindenkinél másképpen, hiszen a pszoriázis nagyon sokfelé tud a szervezetben létrejönni, a szőrök között, a fejbőrön, a legkülönbözőbb testrészeken és legkülönbözőbb intenzitással. Én most láttam egy olyat, illetve hát most mondhatom azt, hogy kezelek egy olyat, olyan klienst, akinek ilyen fél centi vastag megvastagodás van a teste különböző részein, térdén, kézfején, hadd ne soroljam, szóval borzalmas, és ő saját maga megmondta, hogy nem is tudom, valami 8-9 bőrgyógyásznál volt, és egyszerűen nem tudtak segíteni. Tudnélik, a pszoriázis is azon betegségek közé tartozik, ami újra és újra megújul. Tehát nem mindig az a fajta klasszikus pszoriázis áll fenn, amire a orvosi protokoll már kidolgozta a megoldását, bár az is nagyon döcög, de a természetben megvan rá a megoldás, úgyhogy hihetetlen nagy eredményeket értünk el. Egyetlen egyet sajnálok, hogy nem fényképeztem le akkor, amikor elkezdtük a kezelését, mert őszintén megmondom, ebben én se bíztam, hogy ez. Tehát fél centi vastag bőrrárakódás, száraz, szörnyű, pikkelyesedő olyan állapot volt, hogy én azt mondtam, próbáljuk meg, de garanciát nem vállalok. Tehát a rövid válaszom az, hogy igen, sőt, bátorítom, biztatok mindenkit, akinek pszoriázis van, tessék megkeresni, és fogunk tudni elindulni. 98%-ig biztos, hogy fogunk tudni segíteni. Azt olvastam, hogy a bőrünket savköpeny védi, de hát én akkor ezt mivel tudom megvédeni én magam, hogy a savköpenyem mindig rendben legyen? A savköpeny az egy nagyon-nagyon fontos funkciója a bőrnek. A bőrnek tulajdonképpen az egyik fő szerepe az, hogy a különböző időjárási tortúrákat elviselje, hogy a szervezetünk értékesebb belső részét megkímélje a hidegtől, melegtől, sav vagy egyéb behatásoktól. Na most vannak, akik úgymond, én úgy szoktam mondani, hogy túlmosakodnak. Tehát először is tessék tudomásul venni, hogy a kereskedelemben kapható úgynevezett háztartás vegyipari termékek, már benne van a szó, hogy vegyipar, ugye, vegyszerek, termékek ezt a bizonyos savköpenyt nagyon-nagyon irritálják és lebontják. Tehát a megoldás az volna, hogy nem kell annyit tisztálkodni, tehát hetente egyszer elég fürödni, a többi napokon egy zuhanyozás elég volna, de kíméletes samponokkal vagy szappanokkal. Mi az, hogy kíméletes? Vegyszermentes. Nem az a fontos, kérem szépen, hogy hű, de milyen finom illatom legyen, azt tessék rábízni egy kölnire, vagy parfümre, vagy olyan dezodorra, ami természetes hatású. A testnek csodálatosan jó illata van saját magának, hogyha vigyázunk rá. Hát tessék emlékezni vissza a babáknak a finom kis puha testére és az onnan származó illatokra.
Tehát megint röviden, mert az a kérés a Glóriának mindig, hogy röviden foglaljam össze, hát akkor röviden azt tudom mondani, hogy igen, a savköpenyre nagyon kell vigyázni, mert hogyha az sérül, akkor a kórokozók könnyebben be tudnak hatolni a szervezetbe, és itt a lényeg, hogy ameddig az élelmiszerek bekerülnek a szervezetbe, ott van egy máj, ami méregtelenít, és egyéb, amik méregtelenítenek, a bőrön keresztül gyakorlatilag akadálytalanul tud a szervezetünkbe bejutni az összes kórokozó, és ez viszont már igen komoly problémákat tud okozni. Én magam is elgondolkodtam, nehezen fogott tollat a levélíró, és azt mondja, hogy különleges betegségem van, mert a fültő környékén, a hátamon, a nyakszirtnél rendszeresen gyulladásos pattanások, kis csomócskák keletkeznek, és érdekes, hogy azt írja, hogy tehát csak bizonyos testrészeknél, és azt mondja, hogy már mindent megpróbált, és mikor te beszéltél arról, nem akarom hosszú a levél idézni, hogy az akupunktúrával helyi energiákat tudsz beindítani, vagy éppen megállítani, hogy nem lehetséges-e, hogy a bőrön így is lehet segíteni, tehát akupunktúrás kezeléssel. Hát nem tudom, most meghallgatjuk. Na most azért tisztázunk valamit. Én nem vagyok orvos, különösen nem bőrgyógyász. Tehát én akkor tudok igazándiból segíteni, hogyha egy korrekt bőrgyógyászati vizsgálaton, uram bocsá, vér vizsgálaton túl van már az illető, és van egy anamnézis, amiből látom, hogy konkrétan mi a probléma. Az megint egy másik kérdés, hogy sajnos elég rossz tapasztalatok vannak az utóbbi időben, csak egyet mondok, hogy egy kedves hölgy névvel, telefonszámmal el van téve, azt hitte, hogy megcsípte egy szúnyog, aztán kiderült, hogy heteken keresztül az a csípés az egyre nagyobb úgynevezett udvart képezett, tehát úgynevezett kokárdásodott. Valójában kiderült, hogy kullancs csípésről van szó, és hát a kullancsoknál mindig az kell az eszébe jusson, hogy a hoppá, nehogy Lyme-kor legyen, mert a Lyme-kor az borzalmas, az akár halálos is lehet. A bőr rendkívül érzékeny, nagyon sok olyan dolog van, amit nem szabad elhanyagolni. Tehát egy kis kinövés, tehát lehet, hogy mit tudom én, anyajegy, vagy egy más jellegű kinövés, az elkaparása akár daganatos is lehet, tehát bőrrákot vagy egyebeket tud szerezni az illető. Van olyan, akinek éppen most egy fiatal ember, akinek barna kis kinövései vannak, és nem merem semmit se csinálni vele, illetve olyat igen, ami bizonyán 100%-osan nem árthat, hanem azonnal küldöm az orvoshoz, és hogyha az egyik orvos nem, akkor a másik, vagy privát orvos, stb. Lényeg a lényeg, hogy egy korrekt, tisztességes anamnézis kell. Hát gondolom, hogy aki a levelet írta és már elkeseredett, annak az a baja, hogy egy pattanásokra talán ki is nevetik, elhajtják, Istenem, hát pattanásos. Tehát a kérdése az volt, hogy lehet-e, hogy egy-egy testrészünk vagy testfelületünk energiaszegény, vagy éppen túldolgoznak, és hogy itt az akupunktúra akkor segíthet-e, hogy fölold valamilyen... Az akupunktúra az hihetetlen sok mindenre képes. Én magam csodálkozom, hogy tényleg mi mindenre tudunk megoldást találni, és Széchenyi doktor úrnak a, mondhatom azt, hogy találmányát, ezt a Meridim készüléket most már külföldön is kórházak vásárolják, hogy ameddig a beteg ott vár, addig megcsinálják a szakemberek ezt a általában fél órás állapot felmérést, amit eddig kórházak nem tudtak megállapítani. Tudnélik, ez egy hatalmas nagy áttörés az akupunktúrás világban, hogy eddig a természetgyógyászok csinálták, most már vannak olyan orvosok, akik megtanulják a természetgyógyászatot, és vannak olyan természetgyógyászok, akik szinte már orvosi tudással bírnak. Na most ezek Olaszországban például nem olyan régen tartott egy kétnapos továbbképzést, és abban a városban az összes kórházban vásároltak ilyen készüléket, és hihetetlen nagy eredmények vannak. Kérem, csak egy utolsó, mert aztán menjünk, mert sok még kérdés. Egy meggondolandó. Édesanyja elhozza a 20 éves lányát. A lány mindenféle problémákkal, fáradékony,
rengeteg problémával küzd, viszi egyik orvostól a másikig, vizsgálatok tömkelege, és mindenki azt mondja, széttárt kézzel, asszonyom, nem találok semmi problémát ennek a lánynak, nincsen semmi baja. Hát akkor mitől ilyen? Elhozza hozzám, megcsináljuk a akupunktúrás, tehát az állapotfelmérést, ami az akupunktúrának az előszobája, és a 12 meridiánból 11 rossz, de nem kicsit nagyon. Tehát egyetlen egy meridiánja volt épp. Akkor az Isten szerelmére miért nem csinálunk több akupunktúrát, illetve állapotfelmérést, energetikai állapotfelmérést? Uh-huh. És ez nem azonos azzal, nem akarom a sok hasonlót mondani, amit mi csinálunk, az a szó szoros értelemben életet menthet. És akkor mostán egy könnyedebb téma, hiszen múlt heti adásunkban már hirtattunk a Csipkebogyó Fesztiválról, és én szeretném, hogyha elmondanád, hogy milyennek az egészségügyi vonatkozása, hiszen nem csak énekelni, hanem előadást is fogsz tartani. Igen, de ez egy aránylag laza előadás lesz, tehát most itt nem fogom lediktálni a kémiai vegyeleket, meg a nem tudom micsoda rendszereket, hanem egyszerűen arról fogok beszélni, hogy most ősszel milyen gyógynövények vannak, amiket egy átlag ember nyugodtan begyűjthet, mire kell vigyázni, hogyan kell feldolgozni, mi mire használható. Tehát egy ilyen jellegű, elsősorban ugye csipkebogyót kell, hogy megismertessem az embereket, amit méltatlanul nem tetszenek használni, a kökényt és egyéb ilyen őszi gyógynövényeket, valamint bemutatunk nagyon sok mindent. Önök is szedhetnek, ott hallatlan mennyiségű és minőségű csipkebogyó van, rengeteg különlegesség lesz, hát én is tényleg gyerekkorom óta búvom a természetet, és 1742-ben uradalmi szakácskönyvbe talált recept alapján csinálok csipkebogyó eszenciát, ami gyakorlatilag olyan, mint egy aszúbor, csak sokkal egészségesebb, hiszen ugye csipkebogyó szörp meg lekvár, milyen egészséges, pedig agyon főzzük. Na most ez egy hideg úton készülő eszencia, és valami hihetetlen egészséges. Meg aztán sok minden más lesz. Úgyhogy hanyadikán és hánytól szombaton, hányig? Tehát most szombaton. Én 12-15-től tartom az előadásomat, de már reggel korán indul ott a menet, az egész napos és késő estig fog tartani. Érdekességek. Nagyon jó lesz, én úgy érzem. Köszönöm szépen, Tibor, kedves nézőink, aki teheti, menjen el a Csipkebogyó Fesztiválra, és ezzel sajnos bezárjuk a mai adást. Remélem, hogy igazán érdekes volt, és ha úgy gondolják, nézzenek műsorunk után, a hatos csatorna weboldalán, a Tea Glóriával weboldalán, valamint hívják a műsor állandó telefonszámát, amit én fogok fölvenni, ezért reggel 9 után kérem, hogy hívjanak 0620 9 340 330. Viszontlátásra!